Új program valósult meg a Széchenyi Zsigmond általános iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel heti egy napon gyógypedagógus logopédus foglalkozik. A logopédia a gyógypedagógia egyik szakterülete, amely az írott és beszélt nyelv rendellenességeinek megelőzésével, felismerésével és gyógyításával foglalkozik. Ez a feladat nekem heti egyszer, 5 órában. Igazából arról szól, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket látok el itt helyben, és azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van a mai világban. Nagyon jól érzem magam, és nagyon sokat tudunk együtt közösen dolgozni. Nem csak Baracs, hanem a környező településeken is nagyon-nagyon nagy szükség van a gyógypedagógusokra, ugyanúgy a logopédusokra és az egyéb szakemberekre, hiszen az a tapasztalat, hogy egyre több az ilyen igényű gyermek. Nyilván az én elsődleges feladatom az a beszéd és a nyelvi megsegítése a gyermekeknek. Ez egy igazán kemény és különleges szakma. Leginkább az artikulációs terápiát alkalmazom, tehát nagyon sokat dolgozunk tükör előtt, és ezt most azért is mondom, hogy aki otthon tud és van rá lehetősége, akkor nagyon sokat játszon és beszéljen a gyermekével, hiszen a gyerek máshol mintát követ, és abból fog tanulni, amit az anya, az apa és a család mutat neki. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.